Mi az igazi adakozás? Mikor adakozunk bizonyos célokra helyesen? Egy hosszabb szövegrészletet olvasok fel a Bibliából. Pál apostol írja a korintusi második levél 9. fejezetében. Szükségesnek vélem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem, mint ragadomány. Az adakozik helyesen, aki készül az adakozásra. Nem hirtelen septében előráncigál a zsebéből valamit, és odaveti, aki meggondolja, mert sokszor kevesebb is többet ér, ha jó célra megy, ha helyes csatornába megy, mint a több, amit csak úgy eltékozolva adnak. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Az adakozás akkor igazi, hogyha kényszer nélküli, ha titkos, ha nem hivalkodunk vele, de bőségesen adunk. Rendeztünk már olyan koncerteket kis falvakban, hogy előre meghirdettük, hogy az ott élő egyik gyermek műtétére gyűjtünk, vagy egyik szegény család megsegítésére gyűjtünk. Nagyon szegény falvakban voltunk, Borsodban, Hajdubiharban, Szabolcs-Szatmárban bőségesen adakoztak az emberek, gazdagabb falvakba mentünk, nagyvárosokba mentünk, sokszor a felét sem adták, mert nem ismerik az elvet, hogy aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. És így folytatja tovább, akik eltökélték szívükben, nem szomorúságból, nem kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát ne keskenyedjék el az arcot, ha adakozol. Ne úgy éld át, hogy valamiből kevesebb lesz neked. Aki ad, annak többje lesz. Többszörösen is többje lesz. Egyrészt, mert jobb dolog adni, mint kapni, és aki másokat felüdít, maga is felüdül, másrészt pedig az, hogy Isten itt csak olyan embereknek ad, akik továbbadnak. Aki az adományokat magának tartogatja, aki magának gyűjti, annak az a sok is majd apadni fog. Aki azt a keveset is, amit kap, továbbadja, annak a kevésből is többje lesz. És még folytatja tovább. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek, amint megvan írva, szórt, adott a szegényeknek, és az ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot áld a magvetőnek és kenyeret eleségül, áld és megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságatoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Hosszabb a szövegrész, de minden mondat pótolhatatlan. Van valaki, aki ad, aki szór, ad a szegényeknek. Nem is nézi, hogy hova esik, mert aki szór, mint a magot is szórjuk, tehát nem csak egy keskeny vájadba, hanem mindenhova szórjuk, az tékozol. Még a vizekre is vessetek, mondja egy ókori bibliai irat a bölcsességi könyvek közül. Még a vizekre is vessetek. Adni az embereknek. Bőségesen adni, nem kiporciózva, hanem hogy érezzék, hogy jó szívűen adunk, hogy bőségesen adunk, az emberek akkor nem mi ránk fognak figyelni, nem minket fognak dicsérni vagy ajnározni, hanem előbb-utóbb ráterelődik a figyelmük arra a valakire, akitől mi is kapunk. Mert hogyan is mondja egy francia író, Georges Bernanos, az ember életben nem lehetne adásról beszélni, csak továbbadásról. Ha az emberek majd látják, hogy mi nem adunk, hanem továbbadunk. Továbbadunk valakitől, akitől mi is kaptunk, bőségben kaptunk, és ezt a bőséget adjuk tovább.
mert van valaki, az élet kútforrás, akiről azt mondta Jézus a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát. Istenek mindenki számára ajándékai vannak. Ha ezekből az ajándékokból valami keveset, aztán még többet, és még többet továbbadunk, akkor éri el az adakozás a célját, és ezeknek a továbbadó embereknek ad az Isten. Legyünk tehát nem adók, hanem továbbadók. Nem az, aki ad, hanem aki valakitől kapott, és aki továbbad.